Szép napot kívánok mindenkinek, Borsfiszli Edit vagyok az Osztravai Magyar Klubból, és immár a 9. alkalommal főzünk magyar ízeket, hagyományos magyar ízeket a tagoknak és a vendégeknek. A mai napi menünk sütőtökrémleves, ami ugyan nem magyar étel, de ebben a szezonban, a novemberi szezonban ez tökéletesen belefér. Erdélyi rakott káposzta és mágia rakás. A második fogással kezdjük a főzést, mert az sokkal munkaigényesebb, mint a sütőtökrémleves. Savanyú káposztából áll, Magyarországról hoztunk, daráthúsból, nagyon finom magyar füstölt kolbászból, rizssel ízesítjük. Először megfőzzük a káposztát, megdinszteljük a húst, a rizst, és végén szépen rétegesen letesszük a serpenyőt a tepsibe, tejfőle megbocsoljuk, a tetejére szalonnát vágunk, és megsütjük készre. Van olyan rész Erdélyben, ahol még főtt tojást is szoktak köré karikázni, mi ezt most nem csináljuk, csak az elmondottakat fogjuk beletenni, a húst és a kolbászt. 5 kg káposztánk van, 4 kg húsunk, 1,5 kg rizs, és van két pár nagyon finom magyar füstölt kolbászunk. 7 pohár tejfölünk van, és még szalonnánk van, amit szépen a legvégén föl szeletelünk, és a tetejére rátesszük, és úgy megszűtjük rokokosra. Ezt oda rakni a káposztát. Ennek az a lényege, hogy a káposztát előtte meg kell párolni, meg kell főzni külön edényre vízzel, mert ha megsütjük, akkor nem, nincs ideje megkóvolni, és akkor nagyon-nagyon kemény és rokokos lesz a káposzta. Ha nagyon savanyú a káposzta, akkor ki szoktuk mosni, de mivel én megszokott helyről vásárolom állandóan a káposztát, erre nincs szükség. Ez pont olyan savanyú, amilyennek savanyúnak kell lenni a káposztának. Fölöntöm vízzel, és oda teszem búgulnia. Oda tesszük a darált húst is tisztelődni, hogy mire a káposzta megfúl, ez is kész legyen. Beletesszük a darált húst. Megízesítjük sóval. Beleteszünk egy kis piros paprikát. Őrölt borsot. Egy kis picike kömény magot, és oda tesszük pirulni, már dinsztelődni. Dinsztelődik a darált hús, benne vannak a fűszerek, és még teszünk bele majd egy kis fokhagymát, meg vörös hagymát, és klasszul össze dinszteljük az egészet együtt, klasszul megfőzzük, hogy utána már csak éppen, hogy össze kelljen sütni a puha káposztával és a puha rizssel is. Beletöröm a fokhagymát. Én nem szeretem apróra vágni, mert ha nagyobb darabok, nem augusztusosak. A mennyiséget sose szoktam meghatározni, mert ahány ember annyiféle szájíz. Sose szoktam leírni, hogy egy fej fokhagyma, vagy két fej fokhagyma, vagy vörös hagyma. Megkóstolom, és a szájíze szerint csinálom. Elkezdjük a sütőtökrémlevesnek a készítését. Ennek a menete, én már előre megsütöttem a sütőtököket, most kikaparjuk a belsejét, beletesszük edénybe, hozzátesszük a poréhagymát, beízesítjük és egészen puhára megfőzzük, és a végén ezt leturmixoljuk, tehát pürésítjük. És amikor kész a pürésítés, akkor főzőtejszínen még egy kicsikét megízesítjük, és utána ízesítjük, és végén fokhagymás krotonnal fogjuk tálalni. Nálunk Magyarországon a sütőtököt, és nem ezt a kanadai tököt, hanem az úri tököt szokták sütve enni. Krémlevesnek nálunk nem csinálták meg régen. Csináltak belőle kompótot is, megsütötték is, de a leves nem készült belőle, az csak kizárólag az újabb konyháknak a specialitása. Most mi kanadai sütőtökből csináljuk, póréhagymával, különböző ízesítéssel, és a végén kicsikét tejszínnel besűrítjük, behavarjuk. Kikaparom a sütőtöknek a belsejét. Már az előbb mondtam, hogy nem előírás, hogy megsütjük a tököt, lehet nyersen is oda tenni, de így nekem sokkal ízletesebb, sokkal kellemesebb íze van, mert így karamellizálódik a cukor benne, és nagyon-nagyon finom, különleges ízt ad a levesnek.
kikapartuk a megsült tököket, két hetnyibe tesszük, mivel sokat kell csinálnunk, beleteszem a forréhagymát, nem kell a forra vágni, mert úgyis összetúrnunk szóljuk. Beletesszük, felöntjük vízzel. Megsózzuk, megborsózzuk. Én szoktam bele tenni gyömbért is, erről gyömbért rendkívül különleges ízt ad. Itt zászlóznak nevezik, ha jól emlékszem. És ezt most hagyjuk főni egy kicsikét. Itt a gyömbér, de ezt már csak a legvégén tesszük bele. És amikor teljesen puha, akkor és megfőtt, akkor összetúrni szóljuk és megpejzesítjük. Az utolsó fázis következik a leves elkészítésénél, összetúrjuk, szóljuk a leves, teljesen krémszerűre, a végén be összefőzzük a tejszínnel, ízesítjük még szájíz szerint, és kész lesz a levesünk. Ez az utolsó fázis, amikor turmixot készítünk, teljesen ennyivé. Turmix, szóljuk a tököt, meg a hagymát. Már elég ízletes a leves, de még egy kis gyömbért teszünk bele, mert rendkívül kellemes pikánsá teszi az ízét. A só már elég lesz bele, esetleg ha valaki majd még sós szegénet találja az asztalból, megsózza. És beleöntjük a tejszínt. Ez főző tejszín, tehát nem édes tejszín, nem szmetana, hanem főző, kimondottan speciális főző tejszín. Elkezdjük összerakni az erdélyi lakott káposzta, vagy kolozsvári lakott káposztának az anyagait. Előre már megfőztük a káposztát, hogy jobban legyen, és akkor letesszük tepsibe. A kézdarált húst, amit már szintén megrinszeltünk, meg a megfőzött rizst, én most összekeverem elvérbe, rétegesen kell lenni, hogy egy sor hús, egy sor rizs, de egy egyszerűbb. A rizs is ugyanúgy meg van főzve puhára, hogy ne legyen kemény, mert a sütésnél ez már nem igen fog puhulni. Összerakjuk akkor a káposztát, mert ugye beletettük a káposztát az aljára, ezt rétegesen fogjuk elrakni. Eszünk közé finom hazai füstölt kolbászt, kis tejfölt. Mint mondtam az elején, van olyan része erdélynek, ahol főtt tojást is szoktak közé karikázni, hát hogy ezt most nem tesszük. Közben rakom tovább megint, rétegezzük a káposztát, egy kicsikét forró, sőt nagyon forró. Győzöm hangsúlyozni, mert az elején mindent megfőztünk puhára, hogy a sütéssel már nem kell annyi időt eltölteni, csak éppen összesütjük az ízeket vele. Négy tepsivel sütünk, mert 30-an leszünk körülbelül, 29-30 főre számolunk ma. A lettetejére káposztát teszünk. Az utolsó sor káposztára tejfölt teszünk, bekenjük tejföllel. És a tejföl tetejére szalonnákat teszünk, amit szépen klasszul a sütés közben az íze belesül a káposztába, és szép pirosra ropogósra fog szúrni. Így néznek ki a erdélyi rakott káposzták a tepsikkel, és meg ezt tesszük be a sütőbe, és sütjük, de még ráér, mert félnékkor lesz az ebéd, tehát még ráérünk megsütni, de már össze van rakva, és reméljük, hogy finom is lesz. Kész van a káposzta, kész van a leves, akkor elkezdjük a mági rakást készíteni. A mági rakáshoz kiflit vágtunk föl, de lehet száradt kaláccsal is, tehát nincs az erőben, csak kiflivel lehessen csinálni. Tojás van hozzá, mazsol, amit rumbáztattunk, dió, alma és tojásfehérjét végén fölvegyük hadnak barackrekvárral, és abba sütjük meg a tetejét, mikor már a sütemény kész van. Most a tejet összekeverjük a tojás sárgájával és cukorral. Ebbe fogjuk beáztatni a fölkarikázott kifliket.
30 darab kéflink van, ezt most 2 liter tejbe tesszük bele. A cukor tulajdonképpen száj szerint lehet, de nem jó, ha nagyon édes, mert nem az igazi. És akkor most ütjük bele a tojás sárgákat. Ha 4 adagra sütjük, akkor elég egy 6 darab kéflihez rá. Egy 4 darab tojás. Amit csak a sárgája, mert a fehérjét föl kell vernünk. Cukor és tej, amivel beáztatjuk. 10 deka dió, amivel megszórjuk, és egy 1/4 kiló alma, amit fölkarikázunk. És bebőztjük a süteményt. Nem tudom, hogy a mági rakás csak kimondott a magyar sütemény. Hungarikumnak biztos, hogy nem hungarikum. Itt nem láttam még, hogy ismerik, lehet, hogy lent a felvidéken Szlovákián csinálják, mert hát ugye ők is magyarok, de itt nem ismerik. Itt a klubból senki, mindenki csak meglepődött, amikor ez lett készítve. Elkeverjük jó alaposan a tojássárgájákat. Ezt 20 tojásból kevertem bele a 2 liter tejbe, 20 tojást és cukrot, amit elfelelünk, és utána ebbe beáztatjuk a szikkat és fölkockázott kifliket. Tulajdonképpen a mákos guba is hasonlóképpen készül, csak ott nem teszünk tojássárgáját a tejre, csak cukrot. Elkezdjük a mági rakást készíteni. Kivajazzuk a tepsit. Meghintjük egy kis morzsával. És akkor elkezdjük rakni bele a kiflit, amit előzőleg tojásos, cukros tejbe beáztattunk. Ezen kívül az alapanyagai a rumba áztatott mazsola, dió, alma, amit szépen vékonyra felszeretelünk, és avval be fogjuk fedni a szamosszát, nem masszát, hanem ezt a kiflit, amit dióval, mazsolával jó gazdagon meghintünk, hogy finom legyen, és erre tesszük majd rá a fölaprított almát, és azt megsütjük a sütőbe, és amikor már kész, utolsó fázisként a fölvert tojásfehérjébe barackletvár keverünk, rákenjük, és a szép halvány rózsaszínbe megsütjük, és kész is a mágia rakásunk. Összeraktuk a süteményt, ugye leraktuk a cukros tejben áztatott kipliket, megszóltuk a rumbos mazsolával, dióval, és most ráterítjük szépen a fölszeletelt almákat. Ebben szépen befedjük ezt a süteményt. És ezeket meg, hogy összeraktuk, berakjuk a sütőbe és készre sütjük. Összeraktuk a mágia rakás alapanyagait, ugye a tejben, és cukros tejben, tojásos tejben áztatott kifliket, amit megszórtunk rumba áztatott mazsolával, dióval, és rátettük az almákat. Még egy kicsikét megszórtuk porcukorral, mert az alma kicsikét bőrizi, hogy ne legyen rossz. És most ezt betesszük a sütőbe sülni, és mikor kész, akkor a tojásfehérjét fölverjük, összekeverjük mána, baracklekvárral, és rátesszük és megsütjük. És sülhet. Körülbelül 20 percig sütjük, de én általában tűpróbát szoktam alkalmazni, és azt szerint sütöm. Nem sok kell neki, mivel ugye puha a kifli, tulajdonképpen csak össze kell érni az ízeknek, és az almának meg kell egy kicsikét rajta sülnie, pirulnia.
Rosmaringot, közepére babám, hogy a